Kedves tanárok, most kérjük, hallgassák meg búcsúzó műsorokat. Nem ígérjük, hogy nyárra sok tudós marad,
De most búcsúzik a kis csapat. Számíthatunk, többet ilyen emberek nem találnak. Edina nénének.
A földről ugyan erősségünk, de Magyarország tájai nem a kedvencünk. A térképet lehozni gyakran hagynunk, de amikor elfelejtettük, hát az bukta. Dombvidékeken és hegyeken, síkságon és tengeren menekültünk csendesen, és tanultunk is rendesen. A föld nagy, de szívünk még nagyobb, így hiányozni fognak ezek olyan napok. Április, Lajos, Március. A nap tüzel, látod a fürge diákot, a hegyre kicsalta, a csúcsra kiált. Csengve, nevetve, kibugyan a kedve, s egy ős evoét a fény megkiált. Végig kiszáradt tóvize árad, néma kutakban a víz kibuzott. Zeng a picinke, szénfejű cinke, vég, titanusza, teptiluszok. Semmit a barka már kitakarta, sárga virágját, bontja a som. Fut-fut az áram a déli sugárban, sökken a hó a hideg havason. Barna patakja napra kacagva, a lomb hamarosba csengve siet, zeng a csatorna, zeng a hegyorba. Zeng, ugye zeng a szület? Nem van egy kis felibácsinás. Van egy tantárgy, aminek az osztálynagy hányada úgy indult nekünk, na ezt én tudja. Az évek alatt fokozatosan fagyott rá a mosoly az arcukra. Ó, nem elég a hobbi cset ismeret, vagy hogy a pattársa is Facebookon beszélek. Van itt kérem, nem kevés elmélet. Az alapokat tanulni próbálta a fejünkbe verni, a hardware, a szoftvertől megkülönböztetni. Később Feri bácsi kapta a lehetetlen feladatot, felülött valaki egy Steve Jobsot. Sokaknak az volt a feladatot, az volt a habtoltán, s vértisztott az urán. Egy Excel táblázat, vagy Word dokumentum láttam, mindkettőknek köszönet érte, s főleg arra a hidegvérre, amivel feleltek egy-egy fiat kérdésre. Szeretnénk az osztály
szernőjükben nyugdíjas éveire jó egészséget és minden jót kívánni. Amíg csak lehet, remélem nem felejtesz.
terített asztalon, és utána az arra sem maradt meg ott. Köszönjük szépen, én most ugye a kollégák nevéről mondom ezt. Köszönjük szépen a ajándékot és a műsort, és én különösen értékeltem azt, hogy a műsorban énekeltetek. Ilyen korban már magattól nem nagyon megy, mert lehet, hogy társaságban igen. És hogy önállóan állítottátok össze, gondolom a verseket sem a YouTube-ról, vagy a Facebook-ról, Google-ból. Köszönjük szépen. És hát még van egy pár nap ugyan, de mindenkinek egy jó pihenést, és főleg a következő iskolafokozatban egy jó helytállást kívánunk. És hát én nem tudom, hogy sokat benneteket van, heti egy órában az nem volt sok, de hagyott nyomot a társaság, de nem csak ne azt gondolod, hogy csak rossz értelemben nem. Azért nagyon jó, hogy sötétítettétek magatokat, hogy ilyen az nem nem olyan rossz, de hát így jön a köszönjük szépen, és egy szolgálati közlemény, a dolgozat jegyeket, meg az éveset, ezt meg fogom mondani holnap. Jó, nem most, mert ma nem leszek. Egy biztos igazok a rossz, hogy csak hogy pénteken már lesz órán. Jó, holnap valamelyik korán belül. Én is azért csak aztán csak figyeljetek, igen, az én csapatom, hogy bár nem nagyon ismer, tud meg egymást ez alatt a fél év alatt, de azért valamennyire igen, és fogtok nekem hiányozni, mert nagyon megkedveltelek titeket. És mivel a költészetlopra születtem, azért egy kis idézetet szeretnék nektek átadni, ugye József Attilától, hogy mint távolságot az üvegbőrök megkapod. Ennek bár úgy nem sok értelme hangzik, de kedves kollégák, akik irodalmára figyelt, hogy ez a ígéret és a remény, amit az általában a gyerekeknek ez a mondat, és ezt szeretném én is, hogyha megígérnétek, hogy a kis álmaitokat valóra váltjátok, és a remény sose adjátok fel, és mindenkinek adnék a csoportomból szeretettel egy ilyen kis üvegbolyót, amiben még ha belenézel a saját arcod is meglátod, hogy ne felejtsd el, ki vagy, és honnan jöttél a címbörös üvegbolyóval. Látod benne az ugrat? Megismertetek. Ki maradt ségben? Mindenki? Dezső? Te ki maradtál? Szívesen. Jó, én szeretném megköszönni nektek azokat a véleményeket, amiket kaptam tőletek. Nagyon. Igazán nagyon jól esett, és ha komolyan úgy gondoljátok, akkor külön köszönöm. Sajnos most el kell mennem, még iratom a hetedikesekkel a pályaválasztási tesztet, de én azt szeretném megismételni nektek még egyszer, hogy lehessen büszke egyszer arra, hogy tanítottalak benneteket, és köszönöm szépen, jó? És mindent köszönök ezt is. Köszönöm.